Több éves munka előzte meg ezt a díjat, amire egyébként személy szerint is nagyon büszke vagyok. 2013-ban hoztuk meg azt a döntést, hogy a MOM Sportot egy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság segítséggel üzemeltetjük. Gyakorlatilag egy teljesen új koncepció, egy teljesen új márkaépítés történt. Korábban ezt a csarnokot, a Hegyvidéki Sportcsarnokot Sportmax csarnoknak hívták, de arra gondoltunk, hogy a Csörsz utca, Alkotásút, Gesztenyés kert környékén minden a néhai magyar optikai művekhez kötődik, ezért itt is kéne, vagy kellene a MOM érzést, vagy a MOM brandet építeni. Ugye van egy MOM kulturális központunk, van egy MOM parkunk, és akkor lett egy MOM sportcsarnokunk. Ez a döntés, ez járt kockázatokkal, hiszen a gazdasági társaság létrehozásakor azt a célt is kitűztük maguk elé, hogy nem önkormányzati pénzből kell működtetni a csarnokot, hanem ennek a társaságnak az a feladata, hogy az éves bevételeivel tudja fedezni az üzemeltetésnek a költségét. Sikerült ezt a célt már az első évben elérni, és ez a díj, a Magyar Fürdőszövetségnek az ötcsillagos díja csak visszaigazolja azt a szakmai munkát, amit Buranics Ildikó és csapata most már 2013. februárja óta végez a kerület ezen részén a MOM Sport márka építésében. ezer ember látogatja meg a csarnokot egy évben, ez egy őrületesen magas szám. Hogyha ezt hozzáadjuk a Gesztenyés kert túloldán lévő MOM Kulturális Központnak a látogatói számát, akkor szerintem 1 millió fölött vagyunk. Ezzel elértük azt a célt, hogy egy valódi városközpontot, vagy kisvárosi központot hozzunk létre itt a 12. kerületnek ezen a részén. A látogatói számot sokkal már nem fogjuk tudni bővíteni, arra kell törekednünk, hogy a lehető legjobb minőségben, ahogy ez a díj is mondja, ötcsillagos kiszolgálásban részesítsük azokat az embereket, akik vagy a kerületből, vagy a kerületen kívül ide látogatnak.